Komoly, komoly kihívás. A logisztikailag a két bébi olyan nincs, hogy valaki pihen. Uh-huh. Ez nagyon, nagyon nehéz, hogy ha nem ringatom, hogy ne üvöltse, hogy ne keltse fel a másik picit, akkor biztos, hogy a tápszeres szobában vagyok, és fordítva, szóval, hogy együtt visszük az éjszakákat, és egyébként ez egy nagyon komoly szövetséget hoz létre kettőnk között. Szövetséget, de vajon hoz-e feszültséget? Mert nagyon sokat. De várj, hadd kérdezem azt, hogy az Alexandra is egy csodálatos színész. Sőt, ugye hát ő egy hatalmas díjat is kapott, ugye egy európai filmdíjat kapott. Igen. Most ő anyaszerepbe kényszerült, és így... Nem kényszerült, igazad van, rosszul fogalmam, került, mondjuk maradjon ki. Neked köszönhetően egyébként, és ennek nagyon örülünk. Nem érzel így. Úgy tudjuk legalábbis. Szóval a lényeg az, hogy amit akarok kérdezni, az, hogy mi van akkor, hogyha Szandra vissza akar menni megint színésznőnek, akkor mi lesz? Talán sokkal könnyebben fogja ezt megtenni, vagy én erősebb hátteret tudok neki adni. Én egy picit a szakmámmal azt érzem, hogy egy picit úgy megvagyok. Uh-huh. Tehát, hogy most nincsen olyan, nincs labdaiségem. Nem kaparsz újabb szerepekért, vagy nem tudom, hanem most jól van. Ezért is vicces, amikor én mondom, hogy elzárnak úgymond a szakmánytól, és nem forgathatok, pedig egyébként abszolút lenne hozzá erős kedvem, hogy a erejem teljében még nagyon sok filmet leforgassak, de már egy kicsit túl vagyok rajta, kettő pedig ez nekem, nem azért hangoztatom ezt, hogy ide azonnal mindent én eljátszak. Én egy picit, a szakmámmal egy picit megvagyok.